Hello, sziasztok! Zénó pizzát süt. Figyelj, Töki! Először én kipakolom neked a sütőt, úgyhogy fogd meg ezt, fordítsd meg. Én pró pizza sütő vagyok. Olyan pró lesz megint. Emlékszel a régi pizza sütős videóra? Várjál, minket pizzát sütőt, azt kell meg. A többit ki kell szórni. Bögrény. Az a baj, hogy annyira tele van minden. Várjál, ma. Úgy tudom, hogy ugye elveszett, vagy elfogyott a mosogatószer. Haja a legjobb. Csináljuk fordítva, erre megcsináljuk, azon? És nem lesz behajítva, érted? Jó, értem. De hogyha ezzel együtt hajítom be, akkor mi van? Nem kell behajítani, csak meg kell tenni a helyére. Reggel, hogy állítottam, meg el kell mosogatni. De nagyon katasztrofális, de azt megcsinálod. Na. Unboxing. Azt egyszer bontsd meg. Kell rá tenni szalámit, sajtot, minden szó. Ez videóhoz ez a legfontosabb rész, az unboxing. Hú, de ide! Lehet ez fölöd. Ez nem kell. Ja, hát ha abba sütöd, akkor szalizálom. Most kurvóval csinálom. Csak. Mik ezek a pöcsék? Jöjjön ki a levegő. Meg hogy bele tud dugni az ollót. Addig szerzek neked szalámit rá, mert az nem lyuk. Húzd de hátad. Valami, nem tudom. Mi kell neked rá? Oliva bigyó nem kell neked rá, ugye? Nem. Ketchup, mustár, majonéz? Az se. Az se kell akkor. Ilyen ketó cuccok, szalonna. Nem kell szalonna? Nem. Mi ez egy saláta? Nem, az egy lilahagyma. Süssünk rá. Nem. Ja, hogy már ne süssünk rá, ne? Jaj, te. Akkor jön az, hogy jönnek a virsnis pizza, vagy ilyenek vannak, nézd idebe, töki. Ezt a pirosat, ez jó lesz. Csípős. De azt az összeset majdnem ráteheted, amennyi jó esik, meg a... Vigyázz, ezt ott csukja, amivel. Jó. A sütőt ezt el kell indítani. Én nem, te csinálod? Olyan, várjál. Ez a hőfok. Figyelsz, nem? Most van. Ó. Hello. Szalonna nem kell rá. Ne vágjunk ilyen vékony darabokat. Tud, csak zsíros lesz, az igaz. Én már megszoktam, hogy zsírt eszek zsírral, de... És megittem a kávémat. Tegyél még rá, ha kell, bőven, mennyi van. Felét ráadom. Persze, ha van ott hely. Ha van hely, akkor kell rá. Ne üres pizzát, egy szalámit egyél. Pepperoni pizzeria. Ja, pepperoni. Alig eszembe süthetünk rá. Van pepperoni karika is. Na, ez így több. Ez így jó. Akkor jöhet a sajt, azt is tegyél rá. Meg... Van itt bazi erős paprika paradicsomot, nem akarsz már sütni? Fúj! De ez méreg erős. Van alapeló, ilyen savanyúsági alapeló, abból teszünk rá pár karikát. Savanyúsági alapeló? Az is erős, de nem hallom. Nem, nincs ilyen fűszer. Alapelós fűszerünk! Nincs. Vigyázz, mutatom, mi van itt. Ezek ilyen kis karikák. Nem? Pedig ez finom pizza. Nem fajosan. Na, nem kell az rá? Nem. Akkor szórjunk rá fűszer. Szerintem az a legjobb. De olyan alapanyos van. Ez bőrcsai csirézetben van. Habanero az brutál erős, meg a chili potte is. Akkor sima chili. Nem, van itt alapeló. Jala peló. Chili jala peló. Jaj, azt nem kipeszkelem. Ezt azért inkább én szórom. Rá az egészen. Mennyire legyen erős? Tudatos. Szerintem ez így elég, nem? Basszus, már ez a... Ez neked elég lesz, mert ez beleolva a sajtba. Azt az eljárt! Kicsi, mi? Na, sajt hozzá. De be kéne kapcsolnod a sütőt, egy hogy ez melegedjen. A sütővel kéne játszanod. Na, ez mi? Nem, az a gáz. Itt van a sütő kezelő. Ez az idő. Azzal nem kell foglalkozni. Ez mi a tök? Azaz, tekert föl egy 180-ra. Még, ott a 200 előtt. Jó, meg ott egy alsó felső, meg még egy ventilátorjá. Még tekerjen. Még, azaz. Alsó felső tökön van, így már jó. Na ez melegszik, most sajt hozzá.
De egyébként te lehet olvasni ezen a szarod rajta, hogy hogy kell csinálni, majd ha föltetted a sajtot. De elég kettőre. De hogy elég, amennyit akarsz. Nincs már sajt. Te is, ha azt csináljuk, hogy később tesszük rá a sajt, mindegy. Miért nem dobod rá így egyben, majd elolvad? Nem akarsz sok sajtot rá? Nem? Jó, hát te tudod, te eszel ilyet. Így kész is. Most nem néz ki még olyan jó, de majd jó fog. Na ott a doboz, olvasd el, hogy hogy kell csinálni, mert ráírták, hogy hány fokon mit csinálsz? Itt van, pineapple. Magyar elektrikus tuktaktek. Magyar elektromos sütő, az kell neked. Otthoni tárolás, nem? Tárolás. Elkészítés és javaslat. Az lesz az. Alsó felső sütés 220-230. Akkor tekerjél még rá. Mert akkor ezt ezek szerint gyorsan, azaz, 225, az pont a pöttyök, ugye 200 meg 250 fele. Ez pont a pöttyök, 225. Na, akkor már hőfok megvan. Hova szépen? Beloptad a szennyesbe? Légkeverés? Légkeverés, kb. 200°C. Hát az légkeverés. De az sütő... De ez légkeverés, még egyszer mondom. Mi légkeverés? Ez a sütő. Ja? Úgyhogy csak 200 kell neki. Oh! A sima elektromos az nem tud légkeverni, ez most légkever. Mondjuk én nem hallom, te hallod? Nem jó helyre. Megy a ventilátorban vagy mi? Az nem az? Megy. A zumbid az áll. Én már süket vagyok, de megy. Jó, ez most még hideg. Mit ír, hogy elő kell melegíteni a sütőt? Mert akkor meg kell várnunk, amíg a lámpa elolvaszik. Kávé, süssük a tizát. Tetszés szerint 10-12 percet légiesen könnyűre, vagy 12-15 percet ropogósra balnára. De előmelegített sütő, vagy mit ír? Mi? Ilyen nincs. Ja, igen, melegítsük elő a sütőt, és távolítsuk el a csomagolást. Tegyük a pizzát a sütő középső sínére, és süssük egyenletes hőfokon az alábbi utasítások szerint. Jó, akkor elő kell melegíteni a sütőt. Mire meg kell várni, amíg ez a sárga ott kialszik, hogy megvan a hőfok. Vágod. Ja, ez milyen jó ma. Meg tudom sütni, üdögöd. Hát így durván ennyi. Csak utána azt mind a kettőt nullára kell kapcsolni, amikor lekapcsolod a sütőt. Ja, indexkép. Remélem ezt majd felhozza indexképnek. Na, én akkor csilibá, addig, amíg melegszik a sütő, addig most megállítunk. Varázs... Na, szóval, onnan lehet tudni, hogy hány fokon van a sütő. Hogy például ez a kis pötty. Ugye látszik az? Aha. Itt. Azt jelenti, hogy fűt. Ez, igen. De ez akkor nem világít, hogyha eléri azt a... Igen, amikor már, amit beállítottál. Igen, amit beállítottál. Úgyhogy, hogyha hátrafelé tekered, és amikor elalszik, úgy onnan lehet megtudni. Akkor már 150-en vagyunk körülbelül, úgyhogy már csak egy 50-et kell neki melegedni. Úgyhogy már be is dobhatjuk a mínusz 10 fokos pizzánkat, mert amire az átmelegszik, addigra 200-on lesz. Ja. Úgyhogy ezt megfogod, segítek, ezt kinyitod teljesen. De mi? Legalúra? Nem, középtájt. Közé. Oda. De nem kell ez be, te. Fordítva fogod. Lecsúszik. Úgy jó. Úgy dug be. Aha. Azaz, csuk be az ajtót. Mert miután kinyitod az ajtót, aljas. Ilyenkor úgyis hűl 20 fokot, vagy 30-et a pizda meg. Minusz 10 van. Megnézem. Biztos, hogy hidegebb. Mert szellőztetve volt. Már száz... Nem. Nem sokkal. Mert ugye ő belül érzi az elek, ott a fűtőbetéteknél. Most csiribáljon, mert 10 perc. Az beállítod az időt, hogy itt csiringeljen. Egy 10 perc, hogy szóljon itt a mosogatás belne fele. Sem. És ha majd csilingel, akkor nem tudjuk, mit sütöttünk. Csicsing, nem tudom mennyire, nyisd ki, teljesen nyisd ki, úgy. Oké, visszatekered a hőfokot, mert már látod, már érzi, hogy hideg van, ez füt nullára, teljesen, kart, meg azt a keverés mellette is. Van ez a négy nulla, még csak tekered, ott a nulla, az a kész. Na most ezt meg ne fogd, mert ez 200 fokos. Úgyhogy két lehetőség van, vagy kesztyűvel kiveszed ide a tetejére, ezzel már ráérünk, mert most már szobai hőfokú levegőre cserélődött, vagy megvárod így, amíg kihűl, és úgy eszed meg. Ez a biztonságosabb megoldás, hogy így nyitott sütőajtóval megvárod, és utána ki tudjuk tenni az asztalra. Az a másik, mert azt, mint látjuk, ez szerintem ott tök kész van, nem? Pont úgy sült rá a sajt. Pont jó. Mert azt lehet csinálni, hogy itt
tök üres minden, fogsz két rongyot, jó vastagot, vagy ilyen kesztyűt, és abba kiveszed. Na most, mivel ebben a retek rendben, amit most próbálok itt rakni, még nincs meg a kesztyű, azért megvárjuk, amíg meghűl, úgyhogy még 10 perc. Addig úgyse tudnád megenni, úgyhogy elhűl ott benn. Jaj! Bakker, elfelejtettem, hogy zene van. Zene nem lehet, ez a YouTube, érted? Na. Na, annyit még, hogy úgy kell megnézni, hogy például most meleg még, hogy egy ilyen pillanatra hozzáért. És ez még meleg van. Mert egy másodperc múlva fogja fel az agyat, hogy odaégett az ujjad, és ha fogod, akkor odaégett a kezed. Szóval mindig csak így lecsúszni kell. De egyszerűbb, hogyha oda teszed ezt a papírt, aládugod, mert ez nem fog meggyulladni. Fogsz egy. És a pizzát, most már nem tudom mennyire meleg. Én már meg tudom fogni. Akkor ez nem olyan meleg. És úgy rájátszod. Fogod a pizzát. Úgy. És így most emeld meg a másik. Nem is meleg. Hát ezt mondtam, hogy már ez hamar meghűl így. A nyitott ajtós a legjobb. De ilyenkor alányúlhatsz egy lapáttal. Úgyhogy jó étvágyat, meg iratkozzatok fel. Egész ügyes vagy. Csak.